Ha nem tévedek, ön akkor amikor a németek megszállták Magyarországot 44. március 19-én, ön ebben az időben az Egyesült Izzó kísérleti műhelyében dolgozott. Azt hiszem, ennek a műhelynek a vezetője is volt. Igen, a kutató laboratóriumnak voltam a vezetője, de amikor a németek bejöttek és Asner Lipótot elhurcolták, akkor Nekem át kellett venni a kutató laboratórium vezetésén kívül a gyárnak a műszaki vezérigazgatói teendőit. És így történt, hogy a németek egy-két hét leforgásán belül megjelentek az Egyesült Izzóban, és kijelentették, hogy köteleznek minket egy német rádiócsőnek, katonai rádiócsőnek a gyártására, amit úgy neveztünk, hogy P2000, ez egy nagyon különleges rádiócső volt, és a Deutsche Industrie Kommission volt az, amelyik ezt az összekötetést a Tungsrammal intézte, persze ők SSZ és egyéb emberekkel jöttek ki, és ugyanebben a időben telefonken embereket is hoztak, én előre erről értesítve voltam, és ezért kidolgoztattam egy munkatervet, amely szerint mi ezt a csövet tudjuk gyártani. A fő kérdés az volt, hogy mennyi idő kell, míg mi ennek a gyártására fölkészülünk. Az én embereim azzal a véleménnyel zárták a vizsgálataikat, hogy 7 hónap. Kell reá, és amikor én ezt előadtam a németeknek, akkor a Telefunken szakértő kijelentette, hogy ez, ez egy valószerű becslés, és hogy emellett maradunk. Persze nekem ez volt a legcsodálatosabb, hogy ezek még hét hónapra számítanak, és hogy addig nem lesz vége a világnak. De hát így volt, és megindultunk, és akkor én nekem volt egy kikötésem, tudtuk már, hogy a, a gyárat erős bombázások fogni, fogják érni, nem csak a gyárat, hanem Magyarországot, emiatt a megszállás miatt. Azon kívül tudtuk azt, hogy a zsidó törvényeknek most már egy, egy teljes kikényszerítése fog következni. Tehát én akkor az Industri embereinek azt mondtam, hogy én ezt a programot csak akkor tudom vállalni, hogyha 15 mérnököt az összes zsidó törvény gátlásaival ellentétben nekem biztosítanak. És ezek hát erről erről ak voltak, akik már előzőleg is ott dolgoztak. Ezek mind a gyárba dolgoztak, de nem sok közük volt ahhoz a német katonai csőhöz, azonban én. Meg akartam menteni a, a gyár legjobb, legképzettebb, legkiválóbb embereit, és végül is egy 15-ös listában állapodtunk meg. A, a németek azt mondták, hogy ők, majd, ők most nem tudnak határozni, de majd megvizsgálják, hogy vajon ezek az emberek tényleg részt vesznek-e a katonai rádiócső gyártásában, és ha nem, akkor baj lesz. Hát én mondtam, hogy ezek mind részt vesznek, holott. Ezek közt olyanok voltak, legtöbben, akik ennek semmi közük nem volt ehhez a rádiócső gyártásához. De így akkor ment most a tungsrámnak az üzeme, és mi készültünk arra, hogy a rádiócső gyártásnak egy részét a kőbányai pincékben fogjuk elhelyezni, és ott a sörgyárnak a pincéiben, ahol bombatámadás alatt is lehet dolgozni. A háború legvégén, tehát éppen ezekben az időkben, amiről beszélgettünk, 44 őszén már volt magyar katonai radár, amelyik tudta jelezni a berepüléseket délnyugatról, körülbelül Székesfehérvár távolságából. Ez volt az eredmény, ami két év leforgása alatt. Én eleinte majdnem csodálkoztam azon, hogy mi fogunk tudni eredményt elérni, de aztán mivel kitűnő teoretikus fizikusaink voltak, továbbá kitűnő technológusok és rádió szakértők, végül is megoldottuk a, a problémát, és ez vezetett aztán később engem arra, hogy a holdat és megradározzuk, de erre már csak azután került sor, háború a háború után, után igen, 45-ben. Professzor úr, hol tartottak a németek ebben a radar kérdésben a háború alatt? Ezt én utólag tudtam csak összeállítani, mert a németek a, a legerősebb tikkolózással kezelték ezt a problémát, Például nekünk, magyaroknak hiába voltunk úgynevezett szövetségesek, soha semmiféle utasítás és segítséget nem adtak, arra hivatkozva, hogy civileknek ők nem árulhatnak el katonai titkot. Erre volt egy akció, engem ki akartak nevezni ezredesnek, és úgy küldeni ki Berlinbe, de a németek azt mondták, hogy ilyen trükköket ők nem fogadnak el és különösen nehézményezték azt, hogy az én csoportomban zsidók is dolgoztak, tehát akkor semmiféle katonai titkot reánk nem bíznak. Na most én utólag tudtam meg, hogy ők nagyon el voltak, ők maguk is késve ebben a témakörben. Ezt az angolok kezdték 935-ben, egy Watson Watt nevű rádiótechnikus, Akinek a javaslata az volt, hogy egyelőre csatahajókat lehetne ezzel a módszerrel letapogatni és bemérni, de először az, az angol névi elutasította ezt a javaslatot, később azonban elfogadták, úgyhogy mire a háború kitört, az angoloknak már voltak radarkészülékeik, és a, a németek akkor ébredtek föl, hogy Miért van az, hogy amikor ők a, 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 felszálltak, a, ugye a kontinensen, az angolok rögtön az, azt a kevés vadászgépet, amivel rendelkeztek, rögtön a megfelelő helyre tudták összpontosítani. A németek az összes halászhajókat a, 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 a kisöpörték a csatornáról, mikor ez sem segített, akkor jöttek rá arra, hogy hogy itt egy egész más dologról van szó. Szóval tehát mi semmi segítséget nem kaptunk, bár a németek azért mégis jóval előbb voltak, mint mi voltunk, mert mi csak 42-ben kezdtük, ők pedig már 40 körül ráfeküdtek erre a témára.